jól van már, felkelek. Hú, biztosan nagyon sok időm van még. Lehet, hogy le kellene tusolnom, ma van a nagy mosdás, már egy hete nem tusoltam. Mennyi is az idő? Ne! Elkéstem! Anya! Azt hiszem, már elkezdődött a suli, már 8 óra van. Ez nem lehet igaz, anya, elaludtam, ráadásul Csilitty asszonnyal van az első óránk. Ebből még baj lesz. Sietnem kell, most már a fejem is fáj, remek. Anya, meg kell, hogy mondjam, korábban jobban végezted a munkádat. Most miattad elaludtam, és túl későn érek be a suliba. Anya, hol vagy már? Szóval itt van az úri hölgy. Anya, tisztában vagy vele, hogy elkések a suliból, te meg mit csinálsz? Mi ez a hang, nem? Jó reggelt, Julián, te vagy a hét alvó, te késtél el. Tisztában vagyok vele, de neked kellett, miért van itt tévé? Sosem volt tévé a konyhánkban, vagy most még az álmomban vagyok? Nem, már ébren vagy, Julián. Arra gondoltam, szükségünk van egy kis változásra. Emma nem ébresztett téged? Mondta, hogy fel szeretné ébreszteni. Emma? Nem, ő már rég az oviban van, vagy nem tudom, mi van vele. Érdekes, amikor az előbb itt volt, azt mondta, hogy legalább 3-szor megpróbált felébreszteni téged. Semmi ilyesmi nem történt. Most miatta kapok ki. Fogom a táskámat és rohanok. Jaj, ne, mindjárt vége az első órának is, mert mindenki a teremben van. Tuti kikapok. Hé, ki az? Jaj, ma fogadó nap van. Ezzel az anyukával még sosem találkoztam. Ha ma tényleg fogadó nap van, az klassz lenne, csak én nem tudnék róla semmit. Fiatal ember, tehát csak nem elkéstél, az első óra már rég elkezdődött. Igen, lehet, de ön csak egy anyuka, nem tanárnő, igaz? Dehogy is nem, Schulz asszony vagyok, ismerlek téged, te Fogel Julián vagy, igaz? Mondj, hogy ismer engem. Ön új az iskolában. Hogy lehet az, hogy minden tanár ismer engem ebben az iskolában? Mondjuk eléggé sok baj van velem, de most be kell mennem a terembe. Igen, mégpedig gyorsan. Majd beszélek Csilitty úrral, hogy ma elkéstél. Remek, már csak ez hiányzott. Akkor Csilitty asszony és Csilitty úr is sokan tudni fogja. Mindenki itt ül, és mindjárt mindenki rám néz. Annyira kínos, amikor valaki késik. Mi is történt? Őszinte leszek. Anya a hibás. Igen, anya a hibás. Jó reggel, Csilitty asszony. Elnézést, de anya elaludt, pedig én sokkal korábban akartam bejönni a suliba, de anya a hibás. Ó, Julián, jó, hogy itt vagy. Máskülönben lett volna egy kis gondunk. Szia, Julián, te hétalvó. Ma nem te vagy az egyetlen Fogel az osztályban. Miről beszél Steve? Emma, mit keresel a helyemen? Már rég az oviban kellene lenned. Milyen ovi? Én már suliba járok. Csilitty asszony, erről nem volt szó, nem maradtam volna valamiről. Most harmadikos vagyok, vagy mi? Én is téged szerettelek volna megkérdezni, meg tudnád mondani, hogy mit keres itt a kis testvéred, Emma? Csilitty asszony, tudom, hogy sok baj van velem, de mégis miért tennék ilyet? Miért akarnám, hogy itt legyen a kis húgom? Annak senki sem örülne. De hogy is nem? Én szeretném is. Iskolába járok, mert nagy vagyok. Így döntöttem, úgyhogy így lesz. Sajnálom, kincsem, de te csak jövőre leszel iskolás. Kérlek, menj vissza a napsugár óvodába. Amikor a napsugár óvoda nevét hallom, mindig jó érzést tölt el, mintha ott lennék. Julián, hallottad, Ovi, labdamedence, meg ilyenek. Értem már, itt nem látnak szívesen. De hát még Ovi is vagy. Nem, jól van, visszamegyek. De ez nem az utolsó alkalom, hogy itt voltam. Emma, a helyedben én nagyon gyorsan visszamennék az Oviba, és anyának semmit sem mondanék erről az esetről. Nem érdekel. Én már nagy vagyok, saját felelősségre cselekszem. Édes Istenem, mi lesz itt jövőre, amikor két Fogel gyermek is jár majd ide? Szörnyű lesz. Sajnálom, Csilitty asszony, de én tényleg nem tudtam erről. Tudom, hogy elkéstem, de tényleg nem az én hibám. Emma a hibás, ahogy láthatta is. Folytathatjuk az órát? Persze, folytathatjuk, de Julián, ma egy órával tovább maradsz a suliban, mert szinte teljesen lekésted az első órát. Jaj, ne! Szuper! Mennyire örülök! Hogy képzelik ezt? Nem hagyom, hogy csak úgy hazaküldjenek. Anya, itthon vagy? Hol vagy?
Anya, hé, mit keres a konyhában a tévé? Fura. Anya, el akartunk menni a bevásárlóközpontba, de átvertél, egy órán át vártalak ott. Szia, Hanna, itt vagyok, mind idegeskedsz. Olyan más itt minden. Anya, átpakoltad ide a bútorokat a másik nappaliból? Örülök, hogy észrevetted, éppen átrendezek mindent. Emmával üzentem neked, hogy ma nem tudok veled menni a bevásárlóközpontba. Emma nem volt ott, ma még nem is találkoztam vele. Én pedig egy órán át vártalak téged a hidegben. Sajnálom, kincsem, én tényleg szóltam Emmának. Fél órája ment el, nem tudom, mi lehet a baj, lehet, hogy nem talált meg téged. Lehet, de az biztos, hogy ez furán hangzik. Tényleg sajnálom, Hanna, viszont főztem valami finomat, zöldséges lazanyét saját recept alapján. Szerintem menj fel, tedd le a táskádat, aztán gyere le. Most komolyan a zöldséges lazanya miatt hagytál cserben? Szerencsére éhes vagyok, már is itt vagyok. Hé, mit keres itt az asztalon? Ki tehette ide? Julián. Julián, itt vagy? Igen, itt vagyok, de semmi közöm ehhez az átköltözős dologhoz. Előre szólok, meg fogsz lepődni. Átköltözős dolog? Te meg miről beszélsz? Nem értelek. Nem csodálkozom rajta, a mai napról igazából én sem tudtam semmit. Emma ma teljesen megőrült, de járj utána te magad. Emma megőrült. Ezt meg hogy érti? Micsoda? Emma! Mit keresel itt, és miért így néz ki a szobám? A válasz egyszerű, mert ez most már az én szobám. Igen, nagy vagyok, ezért egy nagy szobára van szükségem. És úgy gondoltad, hogy kisajátítod a szobámat? Hogy gondoltad ezt? Mit keres itt ez a hatalmas játékkastély? Vidd ki innen! Nem! Nem, szó sem lehet róla. Ha a jövőben beszeretnél lépni a szobámba, akkor kopognod kell és időpontot kell kérned, szóval ez most már az én szobám. Micsoda? Szó sem lehet róla, ezt mégis kivel beszélted meg? Ez a szoba az enyém, mindig is az enyém volt. Ezt a hatalmas hercegnő kastélyt pedig visszaviheted a szobádba, semmi keresni valója itt. Itt senki sem vesz engem komolyan, szükségem van rá, ez piájé. Mert mától Pia az enyém, azt mondta, hogy mától az enyém szeretne lenni. Menj ki a szobámból, Hanna, ez az én szobám. Anya, mi a fene folyik itt? Anya! Julián, mit műveltél? Tessék! Ezúttal csak néző vagyok, hidd el, ezúttal semmi közöm ehhez az egészhez. Mi ez a hangzavar, mi folyik itt, kérem, Hanna? Hanna, mi a baj? Mi történt a szobáddal? Mi a furán néz ki? Igen, Emma átrendezte, de hát mi lesz így velem? Nem az én problémám. Anya, megtennéd, hogy átkíséred Hannát a szobájába? Anya, csinálj már valamit, ez az én szobám. Mi folyik itt? Emma, kincsem, nagyon jó. Nem, ez nem a te szobád. Nem szabad így átrendezned, ez Hanna szobája. De anya, az én szobám olyan kicsi, pedig nagy vagyok, ezért egy nagy szobára van szükségem. Ne aggódj már, kitaláltam valamit, találunk megoldást. Átköltözök Julián szobájába? Klassz! Nem, Emma, nem költözel át Julián szobájába. Arra gondoltam, hogy majd a mi hálószobán kisebb lesz, hogy nektek több helyetek legyen. Rendben. És oda befér majd a hercegnő kastélyom, anya? Ne aggódj, be fog férni, nagyobb lesz majd a szobád. Tessék, jól értettem, nagyobb szoba, az én szobámról is beszélünk most, igaz? Igen, Julián, a te szobád is nagyobb lesz, átépítés lesz. De klassz, úgy örülök, rendben. Hanna, akkor visszakapod a szobádat. Akkor betehetnénk egy kanapét a szobámba, azon nagyon jókat játszhatnánk Steve-vel. Szuper, egy új tévé is jól jönne, mondjuk ami a konyhában van. Még megbeszéljük, Julián, de most menjünk ki Hanna szobájából, hagyjuk őt. És ezt ki viszi el innen?
Nem az én problémám, a te szobád a te problémád. Úristen, egyre több baj lesz ezzel az Emmával.